újra működő képességgel azt tenni, és visszaállítani hosszú távú biztonságát. A néppárt politikusaiként tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek elégedettsége elérhetetlen fejlődő vidék és sikeres régiók miatt. Tudjuk azt is, hogy Szlovákia területének 86%-a vidéki jellegű, ezért a párt hangsúlyosan szorgalmazza a vidékfejlesztést és a hatékony regionális politikát. Célunk a teljes értékű vidéki életmód megvalósítása. A fejlődő vidék és a sikeres régiók megteremtésének előfeltétele, hogy működőképes önkormányzataink legyenek, és a vidéktorság tevékeny ötletgazda emberek alakítsák. Hozzá kívánunk járulni a vidék jellegű életmód megőrzéséhez is. A fejlődőképes vidék és a sikeres régiók előfeltétele a jól működő, azaz versenyképes mezőgazdaság és a biztonságra törekvő környezetvédelem. Mindent megteszünk azért, hogy helyreállítsuk a hazai földművelés becsületét, és megőrizzük utódjaink számára a lehető legkisebb károsodás nélkül az életkörnyezetet. A hitpárt oktatási programja legalább annyira szól a jövőnek is, mint a környezetvédelem. Ezért el kell érnünk, hogy az oktatás fejlesztése megfelelő anyagi támogatás és kiemelt figyelmet kapjon Szlovákiának. A minőségi oktatás záloga elsősorban nem új infrastruktúra létrehozása, hanem a meglévő intézmények tartalmi fejlesztése. Ennek érdekében szorgalmazzuk az iskolákban dolgozó pedagógusok továbbképzésének kiemelt támogatását. Feladatunknak tekintjük olyan akkreditált állami és magánintézmények létrehozását, melyek feladata pedagógusok és iskolavezetők felkészítése az oktatási rendszer liberalizálás előre. További feladatom a szlovákiai egyetemek bázisán egy különleges módszertani központ létrehozása, valamint a hazai iskolák korszerű tankönyvekkel és digitális oktatáshoz szükséges taneszközökkel való ellátása és a tankönyvpiac liberalizálása. Megengedhetetlennek tartjuk a magas fokon képesített munkaerő ellátogatását. Ezért javasoljuk, hogy a tanulmányi célból felvett kölcsönök visszatérítését vállalja az állam, amennyiben a végzős nem külföldön vállal munkát. A hitpárt kiemelt feladataként tartja számon az anyanyelv tökéletes elsajátítása mellett a szlovák nyelvoktatás minőségének és hatékonyságának javítását nemzetiségi iskoláinkban. Fejleszteni kell a tanuló kommunikációs készségét és képességét a szlovák nyelv használatában. A nemzetiségi minőségi oktatás biztosítása érdekében célunk a kisebbségi iskolák pályázati és projektmegvalósítási képességének javítása, különös tekintettel az Európai Uniós pályázati források ismeretére. Rendkívül fontosnak tartjuk a dél-szlovákiai magyar és kétpannyelvű oktatási intézmények rendszerének folyamatos szakmai felügyeletét, infrastruktúrális és módszertani fejlesztését. Szorgalmazok a Komárom és Helyi János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és az Eperjesi Egyetem szakmai, pedagógiai és módszertani bázisán egy nemzetiségi pedagógiai módszertani központ létrehozását és az oktatás nyelvét ismerő nemzetiségi tanfelügyelő vállalat visszaállítását. Támogatjuk a szlovákiai magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények fejlesztését, szorosabb koordinációját és együttműködését. Amint arra utaltam már, rendkívül fontosnak, fontos tudatosítanom, hogy Szlovákia a kulturális sokszínűség országa. Ezért szeretnénk visszaállítani a kultúra méltóságát és rangját, mivel ez létfontosság a polgárok életminősége szempontjából. Úgy vélünk, hogy a kultúra támogatását nem szabad alárendelni semmiféle ideológiának vagy pártpolitikai szempontnak.
kultúra fejlődés, az egész társadalom és az állam közös érdekének kell lennie, amely biztosítja mind a vélemény nyilvánítást, mind pedig az alkotói szabadság érvényesülését. A szlovák kultúra és a nemzeti kisebbségek kultúrája, Szlovákia, mint toleráns és etnikailag sokszínű állam legfőbb megkülönböztető jegye, mint önmeghatározását, mind pedig a róla kívülről alkotott képet tekintve. A Szlovákiában élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának megőrzése, a mi felfogásunkban a szlovák köztársaság valamennyi polgárának az érdeke. Az alkotás egyik legfontosabb előfeltétele a vélemény nyilvánítás szabadsága, amit tiszteletben tartunk, ezért törekedni fogunk az úgynevezett sajtótörvény módosítására. Kidolgozunk továbbá kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvényt, amely meghatározza azt a százalékarányt, amellyel a kulturális tárcaköltségvetése évente hozzájárul valamennyi szlovákiai nemzeti kisebbség kulturális tevékenységének finanszírozásához és a pályázat támogatásokhoz. Ugyanakkor kezdeményezni fogjuk a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítását, hogy az megfeleljen a modern 21. századi követelményeknek, valamint eltávolítjuk az államnyelvtörvény félreértelmezhető és ellentmondásos részeit. A hírpárt nagy figyelmet szentel az ifjúság nevelésnek is, az iskolán kívüli tevékenységhez és a munkához való pozitív viszony kialakításának. A képzettség és a munkához való pozitív viszony a fiatalok sikeres munkavállalásának alapja. Szeretnénk hozzájárulni annak az egész társadalmat érintő kérdésnek a megoldásához, hogy sok fiatal munkanélküliként kezdi terékeny életét. A munkanélküliség kérdésével gyakran összefügg a fiatalok lakásra jutásának megoldatlansága. A hitelpolitika és az ahhoz kapcsolódó hatékony szociálpolitika fontos stabilizációs elem lehet a fiatalok itthon maradása érdekében. Ezért támogatni kívánjuk a szociális bérlakások építését is, amely elősegítheti a munka utáni belső vándorlást az egyes régiókban. Egy társadalom egyáltalán nem képes jól működni az emberek biztonságérzete nélkül. A hírpárt olyan biztonságpolitika érvényesítésére törekszik, hogy a szlovák köztársaság minden polgára biztonságban érezhesse magát, bízhasson a biztonságát szolgáló állami szervezetekben, és ezt a polgároknak szóló szolgáltatást a bizalomra kell építeni, amelyet egy a titkosszolgálatok összehangolását végző központi állami igazgatási szerve létrehozásával szeretnénk erősíteni. Következet esetben kell védeni a polgárok vagyonát és a magánszférát. Ezért referálni kell a körzeti rendőrség működését a különböző községekben, és be kell kapcsolni őket a helyi biztonsági kérdésekben. Jól működő önkormányzatok nélkül nem működik a társadalom egészesen. Az önkormányzatok színvonalas működésének a társadalmi irányítás egésze a hírpárt további alapvető célkitűzése. Az önkormányzat, mint a polgárhoz legközelebb álló választott testület, ugyanis jelentős mértékben hozzájárul a polgárok életminőségének javításához. Az önkormányzat működésének alapkövetelménye, hogy a közszolgáltatások kerüljenek közelebb a polgárokhoz. Ugyanez vonatkozik természetesen az állami közigazgatásra is. Tisztelt jelenlők, kollégák, barátaim! Ennyit szerettem volna elmondani abból a terjedelmes programból, amit itt és most kellene jóvállalnunk, hogy késlekedés nélkül elkezdhessük annak gyakorlati megvalósítását. Mert tudatosítanunk kell a világ legszakavatottabb programja, a legtisztességesebb számít is csak annyit ér, amennyit használ, vagyis amennyi megvalósul belőle. A mi közös felelősségünk, hogy a lehető legtöbbet használjuk.
mindenek előtt majdani választóinknak, akikhez bizalomért fordulunk, és akik nyilvánvalóan azért szavaznak nekünk bizalmat, többek között szándékai programok alapján, mert bíznak abban, hogy használni akarunk. Befejezésként csak annyit mondhatok, legyünk azon, hogy ne okozzunk csalódást majdani választóinknak. Ehhez kívánom minden kedves jelenlévőnek és a hívvány valamennyi szimpatizánsát erőt, egészséget, és nem utolsó sorban sok szerencsét. Köszönöm, hogy meghallgattatok.